Beszélünk a BL sorsolásról, légiósaink Európa Liga teljesítményéről és a magyar válogatott előtt álló kihívásokról is. Ez a dupla 10-es 23. adása. Kezdjünk! Szoboszlai Dominik gólt és gólpassz jegyzett a Liverpool Spartak Praha elleni 6-1-es visszavágóján a labdarúgó Európa Liga 8 döntőjében, a csapat pedig ezzel 11 2 összesítéssel jutott tovább. A következő körben az Atalantával találkoznak majd. Igen, hát eleve mindenki az Európa Liga egyik nagy esélyesének tartotta a Liverpool, de látjuk, hogy a sorsolás is igazából nekik dolgozik. A Sparta Praha az előző körben megmutatta, hogy igenis komolyan vehető csapat, aztán a Liverpool ezt most egy kicsit elrontotta, elképesztő intenzitással szaladtak át a cseheken, és én nem is értettem igazából, hogy mit keres szállás és a többi alapember a pályán, mikor a hétvégén egy játszanak, és megnyerték 5 helyre az odavágot. Ehhez képest mindenki kezdett a, a púlban, és hat helyre nyertek. Ö, Szoboszlainak pedig már minden sorozatban ö, az EFI kupát leszámítva a ligakupában a PL-ben és az EL-ben is van legalább két gólya, úgyhogy ö, erre mindenképp jó volt ez a macs, és az Atalantával játszanak, ami megint csak egy egy egészen könnyűnek tűnő pársítás, ö, és hát a, a döntőig az útjuk az, az tényleg ö, sétagalopnak tűnik. Úgyhogy összejöhet itt az elben a, a mindenki által várt Liverpool-állom döntő. Meglátjuk, hogy így lesz -e. viszont van még egy léggörsünk, aki sajnos búcsúzott a sorozattól. Igen, Salayéknak sajnos nem jött össze a folytatás. A Freiburg, miután az első mérkőzésen 1-0-ra megvert a West Hamet, beleszaladt egy 5-0-ás pofonba így kiesett. Igen, hát igazából az történt, amit sokan az első meccsre prognosztizáltak. A West Ham átadta a labdát a Freiburgnak, hogy kezdjen vele, amit akar, aztán szépen lerohanta őket a labdaszerzések után, és hát például Mohamed Kudusz egy elképesztő gólt jegyzett. Ez az 5-0, ez egyébként nem tükrözi szerintem azért a, a meccsképét, volna ez kevesebből is a Freiburg, de nem ők voltak a párharc esélyesei, és kiestek sallaiék. Ugyanakkor a magyar válogatott játékos egy egészen pazar el tudhat maga mögött. Igazából ott játszott a idei legjobb meccseit talán. Négy gólt szerzett a sorozatban, majdnem három és fél lövése volt meccsenként, illetve közel hármas x két is összehozott, úgyhogy Abszolút azt hiszem, hogy felhívta több csapat figyelmét magára ebben a sorozatban, most pedig már koncentrálhatnak arra a Freiburgal, hogy odaérjenek esetleg újra az Európai Kupákba. Igen. Emellett sajnos még egy magyar játékos csapat a búcsúzott, ugyanis Bolla Bendegúz csapata a szervet 0-0 után, 2 0 0 mérkőzés után 11-esekkel búcsúzott a cseh Viktoria Pölzen ellen. Igen, eddig egy félelmetesebb ö, támadógépezetnek ismertük azért ezt a szervetet, de a Sparta és a Slavia Praha után egy csapat még talpon maradt a kupasorozatokban, ez a, pedig a Viktória lett. Ö, és hát Kuruljunk is tovább, nem is túl közelre, ugye dél hiszen Ádám Martin a bajnokság harmadik fordulójában kezdett, és rögtön két góllal vétette észre magát. Ez azért fontos, ha bár nem ő a válogatott kezdő csatára jelenleg, fontos, hogy jó formában legyen, amikor Budapestre érkezik, úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy, ez kiemelendő, valamint az is, hogy még mindig állnak az ázsiai BL-ben, ugye többek között már a Ronaldo vezető állnászörű sincs ott a sorozatban, Ö, az Ulsan Hyundai viszont igen, szóval ö, akár meg lehet még a BL győzelem is, Ádám Martina? -na? Nagy fegyvertén lenne, ha nyerné egy ekkora trófeát. Igen, ugye ezt? nemrég már megnyerte csapata ezt a sorozatot, még nélküle. Ö, a Yokohama Marinos lesz az ellenfelük, és igazából esélyesnek is számítanak. Ö, aztán pedig az Al-Hilal Al-Ain párhaz győztesével játszottának döntőt. Ö, kevesebbet követjük az Ázsiai az t azt hiszem itt Európában, viszont azt hiszem, hogy a pont a szaudi csapatok miatt most azért egészen sokan figyelik, és Ádám Martin ezen a porondon bizonyíthat, úgyhogy, ö, úgyhogy nem lenne rossz, ha észrevételni magát egy-két góllal. Abszolút, és egyébként az is figyelemre méltó, hogy többet játszik a jelenlegi idénben a bajnokságban is, hogy amennyi Igen. az elégé meccsiken ö, több játékpercet kapott, mint amennyi az előző idényben megfigyelvehető az... volt. A Ulsan hyundai ami a BL-ben még mindig ezen a néven szerepel, mert ott évközben nem váltottak nevet, de a bajnokságot már az Ulsan HDFC néven kezdték el. És most beszéljünk Van Csazaláról, aki amellett, hogy visszakerült a magyar válogatott keretébe, az 50. mérkőzését játszotta le a belga másodosztály Lommelben, és ezen a mérkőzésen egy elég szép gólpasztorott az Anderlecht ifi csapatának legyőzése során. Többször beszéltünk már róla, hogy Von Csának milyen szuper szezonja van Belgiumban. Nyilván helyén kell kezelni, hogy ez a belga másodosztály, viszont ezen a meccsen is volt öt lövése, egy gólpassza, és 93%-a passzolt. Azt gondolom, hogy tényleg lassan látszik, hogy kinőtte ezt a bajnokságot. Ugye a Lommelt is most már a csapat talán legjobb játékosaként odáig repítette, hogy a második biztos feljutó helyen állnak. Uh, és édesapja nemrég mondta, hogy uh, jelenállás szerint úgy néz ki, hogy nem marad Belgiumban a következő idényben, uh, mert hogy a Citigroup-nak más terrei vannak vele. Ha marad a Citigroupon belül, akkor nagyon jó kérdés egyébként, hogy ő hova mehet, mert ott van a francia Troa, aki a Citigroup uh, alatt áll, uh, vagy ők irányítják, viszont uh, ők a francia másodosztályban uh, kieső jelöltnek számítanak, Kérdéses, hogy mondjuk egy francia kettes kieső jelölt erősebben, mint egy belga feljutó, főleg, hogyha mondjuk a, a belgák tényleg az élvonalba szerepelnek jövőre. Ez egy jó kérdés, viszont a következő lépcső fogban már a zsirona lenne, ami esetleg nem túl nagy lépéssel, ugye? Meglátjuk majd onnan, hogy kiket visznek el, ugye? Pont ott a két szélen azért eléggé telített a Zsirona, de ugye a Szávi jót a bal oldalról viszi a City állítólag. Ez még mind a jövő, az viszont a jelen, hogy visszakerült a magyar válogatottba van Csa Zalán, és hát bebizonyíthatja Rosszinak, hogy érdemes számolni vele. Ugye volt ő már egyszer válogatott, de az inkább, inkább annak, a, annak a hype-nak szólt, hogy ő akkor berobbant, és az MTK-ba futott pár rendkívüli meccset, meglátjuk, hogy most tud-e jobban élni a lehetőségeivel. Mielőtt még a válogatott rátérünk néhány rövid hír, Novatni Soma bemutatkozott Lengyelországban, 82. percben cserélték be, és 4 perccel később gólt is fejelt, viszont kettőjére kikaptak. Gazdag Dániel 11-esből szerzett gólt Amerikában, a Philadelphia Union 3-3-as döntetlent játszott az Austin ellen, Kleinhessler László hajdú splitje pedig meglepetésre kettőjére kikapott a Lokomotíva Zágráptól, a magyar játékos gólpassza után a csapat a hosszabbításban szépített és akkor jöjjön adásunk mai fő témája, ami természetesen a magyar válogatott annak a kerete, de előbb, kérdezzem meg, hogy hiányzik-e valaki neked ebből a keretből. Nekem két név jut eszembe. Egyikük Sallói Dániel, akit most egy újabb kihagyás után megnéznék, hogy most mit tud nyújtani a támadások során ezen a két felkészülési mérkőzésen, a másik pedig Fiola Attila, akinek a hmm. rutinja szerintem hiányozni fog a keretből, viszont értem, hogy miért marad ki még a Fehérvár Ferencváros mérkőzés hetében kezdett el újra edzeni egy hosszabb kihagyás után. Ugyanígy a rutinnál szóba jöhet ugye a kihagyása, ami szintén nem meglepő, de azért nem mennék rá mérget, hogy mondjuk egyikük sem lesz ott majd az EB keretben. Ö, nekem Kata Mihály kihagyása fáj egy kicsit, Ö, amikor ő játszott, akkor mindig, vagy akkor nagyon megbízható és jó teljesítmény nyújtott. Illetve ott van még Csobot Kevin is, akiről majd még beszélünk, érthető az ő kimaradása. És akkor térjünk rá adásunk fő kérdésére, hogy ez-e a magyar válogatott legerősebb kerete a rossz érában. Én hajlok rá, hogy igen, kezdjük az elejéről, ott van Varga Barnabás, aki a Ferencvárosban egészen pazar teljesítmény nyújt idén tényleg a feljáték a klasszisokat idéz, és mögötte pedig ott van Ádám Martin, aki beleendült újra a góllövésbe, tényleg nagyon gólérzékeny támadó, cserének gyakorlatilag tökéletes. Hát mögöttük pedig csapatunk talán két legnagyobb erőssége, ugye Szoboszlai Dominik, nagyon nem is kell semmit mondani, a válogatott legjobb játékosa a Liverpool kulcsembere, mellette pedig Salai Roland, aki karrierre talán legjobb idényét futja. Ha pedig mögéjük nézünk, akkor ott van egy olyan középpálya, ami soha nem látott mélységekkel rendelkezik. Így van. Ott van Séfer András, aki hétről hétre nagyszerű az Unión Berlinben. Akkor Callum Styles alapember egy championship csapatban. Ott van még Nagy Ádám, aki a magyar válogatottban pályán és pályán kívül is nagyon fontos személy, ezen kívül Olaszországban ismét rendszeresen játszik. És akkor még ne feledkezzünk meg Dárdai Mártonról, Az akiről a... alapvetően szerintem most többen a védők között számolnak a magyar válogatottban, viszont a Hertában eddig többet játszottak középpályán az idén során, mint a védővonalban. Ráadásul van. nem is rosszul. Így van, egyáltalán nem, sőt és hogyha a számvédőkre tekintünk, akkor két topligás opció Loik Négo, illetve Kerkez Milos, a védelm közepén pedig a Lipcsébe sérülése után visszatérő, és ott egészen bíztató nyújtó Vili Orbán ami mellette történik, az már több kérdőjelet vett föl, viszont ott is több opció lehet Rosszinak. Ugye a videóban két oldalán Szalai Attila és Langádám, ők kevesebbet játszanak ebben az idényben, mint a korábbiakban, viszont... Márton. Így van, ott van például Dárdai Márton, hogy a Szali Attilát szeretni, esetleg leváltani Rosszi. A másik oldalon pedig ott van Balog aki a Pármában nyújt hétről hétre egészen biztató teljesítményt. Ettől még Lang és Szalai szerintem az első számú opciók, de ők is bizonyították már a válogatottban, hogy milyen jó teljesítményre képesek. Aztán ha ott ha oda nézünk a kapusposztra, akkor pedig ö, láthatjuk, hogy két milyen opciónk van. Ugye, Nincs Gulácsi, az döntés szerintem. Így van, Gulácsi Péter és Dibusz Dénes, az már ki lesz a harmadszámú kapus, majd elválik. Ők ketten viszont ö, egészen pazarformában vannak, és jó opció Rossi számára. Ö, és akkor kicsit nézzünk le a padra is. Ott van a már emlegetett Vancsa Zalán, aki ugye Csobot Kevint ö, váltja gyakorlatilag ebben a keretben, még hogyha nem is egy az egyben. Csobot kikerült, mióta Újpesten sem mindig számítanak rá kezdőként. Van Csárra viszont beszéltünk, hogy milyen jó teljesítmény új, De Ott van például Horváth Krisztoffer, akit úgy hívlik, hogy visszavisznek Olaszországba, majd ő Kecskeméten nyújt remek teljesítményt. Ugye Ádám Martinról már beszéltünk. Ö... Ami még a védőknél van, hogy most hárman is vannak a keretben, akik még egyetlen mérkőzés sem játszottak a válogatottban. Igen, hát Dárdai esetében ez ugye nem meglepő, ö és Mocsi Attila és Szalai Gábor pedig ö Két foglalkoztatott légiós, szerintem nem meglepő egyáltalán, hogy ők kerettagok. Én erre mondtam a, a téma elején, hogy nem lepődnék meg azért, hogyha a Fiola és Botka mondjuk helyettük majd bekerülnek az erdőkeretbe. keretbe. ott valószínűleg azért a rutinnak fogadni nagyobb előnyt. Meglátjuk, hogy így lesz-e akár még Jakobis Áron is, hogyha addig a, a, Antal is, hogyha addig a Zsironában több játék lehetőséget kap, akkor miért ne kerülhetne be. Egyelőre így állunk, és szerintem ez a legkomplettebb válogatott keret a rossz Minden pozíciót elnézve, a felkimecsekről pedig majd fogunk még beszélni, de most menjünk tovább. A hét témájával folytatjuk. Sorsoltak a bajnokok ligájában, és kialakult a negyed döntő párosításai mellett már az ágrajz is az elődöntőre. Így nagyjából el is lehet kezdeni gondolkodni, hogy hogyan alakul majd ki az út a londoni döntőig. A Manchester City a Real Madridot kapta, és ennek a mérkőzésnek, vagy a párhasznak a győztese játszik majd a Bayern Arsenal párhasz győztesével. A másik ágon a Barca játszik a PSG-vel, az Atlético pedig a Borussia Dortmunddal. Igen, ugye előzetesen mindenki azt mondta a nyolcad döntőknél, hogy hát nem túl izgalmas pársítások ezek, de legalább majd a negyed döntőktől ö, olyan csapatok szállhatnak versenybe, akik ö, tényleg Európa legjobbjai. Na most itt az Intert a legtöbben ide várták, de az Atletico túljárt az eszükön. Én nem sajnálom egyáltalán azért az Atletico-t, hogy itt van, mert egy borzalmasan masszív csapat, aki bárkire veszélyes. Viszont azért ez a sorsolás talán nézői szemmel nem alakult a legjobban, mert hogyha meg kéne neveznem a nyolc csapatot egy erős sorrendben, nem tudva a sorsolást, akkor valószínűleg az egyik ágon lenne a négy legerősebb csapat, a másik ágon pedig a négy leggyengébb csapat. Az Atletico, a Dortmund, a PSG és a Barca egy ágra került, amelyik a fogadóirodák szerint is egyébként a négy legesélytelen csapat a győzelemre. Most már, hogy ismertek az ágak így nem, de előzetesen így volt. És a City megkapta a Real Madridot, ami most már harmadik éve jön össze, egy elképesztően pikáns párosítás. Természetesen a City az esélyes, azért látva ezt a tavalyi triplázást, de a Real Madridot tényleg soha nem lehet leírni, ez nem közhely. A Bayern Arzenál egy nagyon pikáns összecsapásnak tűnik, és akkor ott van a túloldalon egy olyan ág, amit igazából így Paris Saint-Germain oldaláról tudunk úgy megfogni, hogy talán ők jártak a legjobban, Ö, legalábbis ha az esélyeket nézzük, akkor talán nekik van azért a legérősebb keretük, de én nem írnám le a Barszát se, ahogyan eddig eljutottak, az atletikot talán soha nem szabad, és a Dortmundot pedig a halálcsoportból is mindenki a negyedik helyre várta, aztán mégis itt vannak. Mit mondasz most, mi lesz a döntő? Jó is, hogy mondtad, hogy a Barszát nem írnád le, mert én azt várom ezek után, hogy City Barsza döntő lesz. Egyébként én is bemerem kockáztatni, hogy Barszát mondjak. Ö, és, a és én, is City Barszát és Barszát mondok City egyébként. egyetlen, tehát ez csak, csak észjáték mondottja velem. A Barsza olyan biztató teljesítményt nyújt az elmúlt hetekben, hogy megtalálták Póku a, a védelembe, ö, és Csavi talált ellenszert arra a átjáróházra, amit átmenetekből nem tudtak megoldani, hogy, hogy azt mondom, hogy a Barsza erről az ágról simán odaérhet a döntőbe. A City a másik ágon legerősebb, de azért nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy ezt a EFI kupában is állnak, még a PL-ben elképesztően harcot hívnak, hogy ezt mondjuk még az ő keretük is bírni fogja. Hiába Biva erős keret, Guardiola nem dolgozik többnél, többel 15-16 játékosnál. Lehet, hogy ez majd a Real hagy, ma már hajtja a vizet. Meglátjuk, viszont menjünk tovább a hét meccsével, ami egy Manchester United Liverpool volt. Igen, egészen drámai módon végződött a két csapat FA Kupa párharca. A hosszabbítás végén szerzett góljával 4-3-ra nyert a Manchester United. Igen, olyat láttunk Eric Tenháktól, amit ebben az időben talán még nem, egy jól kigondolt taktikát. Ugye azért a liverpool Említettük már az adásban, hogy egy olyan elpárharcból jött, ahol hiába volt a nagy előny, kezdőkkel álltak ki, és nemes egyszerűséggel túltöltötte a Ten hag még a Alexander Arnold nélküli jobb oldalt, valamint az ő jobb oldalukat, és ez eredményre vezetett. A Manchester United a meccs elején tényleg bedominálta a Liverpool, sokkal több minőségi helyzete volt a vezetést is megszerezte, viszont a félidő hajrájában tudott fordítani a Liverpool, és ekkor úgy nézett ki, hogy ennek így ennyi volt. A második félidőben igazából sokkal jobban játszott a Liverpool, a United elkezdett visszábbálni, nem tudott helyzeteket kialakítani. Majd aztán jött a, a, tékozló fiú Anthony, aki hát egészen pocsék szezon tudhat magáinak. Nullagója volt eddig a bajnokságban és az FA kupában is, a Newport ellen betalált a, a Liga kupában. Most viszont három védőről lefordulva rugott egy gólt Kelehernek a 87. perc, úgyhogy jöhetett a hosszabbítás, és itt volt az a pontja a meccsnek, ahol ugyan még a Liverpool még egyszer vezetés szerzett, de vagy lecserélte a legjobbjait, vagy akiket a pályán hagyott, azok igazából eddigre teljesen elkészültek az erejükkel. Igen. És a United gyors átmenetekből lendülettel meg tudta végül fordítani ezt a meccset. Ugye Rashford zúgott be, ez így szert, aki még a rendes játékidő utolsó percében elhibázott egyet. Majd jött a az szinte alig játszó, eddig játék nem jutó Amad Diallo, aki rendkívül okos módon egyébként mezlevétel a mezlevétel a góját, megkapta a másodikságát, és az elődöntőben biztos, hogy nem lesz ott, hiába lőtte be úgymond magát a csapatba. Ettől függetlenül a Unitednak ez egy hatalmas kap. Még odaérhetnek az ötödik helyre a bajnokságban, ami érhet BL-t. A játékuk alapján ez nem reális, úgyhogy rá, gondolná. igen, úgyhogy rá kell menniük a, az FA, FA kúpára. Kúpára. Ö, ugye az elődöntőben ezt könnyen megtehetik, hiszen a legkönnyebb ellenfelet ők kapták, ö, ugye a Coventry szemében, viszont utána ö, a City és a Chelsea győztesével játszanak, meglátjuk, hogy abból mi sül ki. És akkor még egy témát, ugye a meccsemberét, aki azt, ott meg tudom, hogy lett nálunk. Ö, nem volt ezúttal sem középásként egy hihetetlenül komplet meccse, tehát a hibái továbbra is megvannak, viszont az, ahogy ő érkezik a kapu elé ebben a csapatban, az egészen pazar, megint volt egy gólja, volt egy gólpassza, hihetetlen sok párharcot vállalt föl, és a házi gól ebben az idénben a Manchester Unitednek, úgyhogy Ameddig nincs jobb, addig megtanulni egy borzamosan biztos pont ebben a csapatban, aki érkezik a kapu elé, és hát most is segített csapatán. Előzetesünkben a magyar válogatott két soron következő felkészülési mérkőzését ajánljuk. Először is játszunk majd március 22-én pénteken a törökökkel, este 20.45-kor a Teltházas Puskás Arénában és adásunk felvételekor még lehet jegyet venni a Koszovó elleni mérkőzésre, ez lesz majd 26-án kedden este héttől, szintén a Puskásban. Így van, két örömű, ne? bármi is lesz a végeredmény szerintem. Ö Beszéljünk egy picit arról, hogy jó ellenfeleket választotta magának a, a válogatott igazából. E, nyilván egyikünk se ismeri kívülről belül mondjuk a koszovói keretet, de azért van egy-két egészen pazar játékosuk, és masszívan tudnak védekezni. A törökök pedig, ha mondjuk nem is képviselik azt a szintet, mint a svájciak, de azért egy Európa szinten is jó keretük van. Olyan játékosok, mint mondjuk a Real Madridban most már egy többet játszó Árda Güler, Úgyhogy szerintem egyébként jó választás. Én volt is igen, Én Már ország. ugye korábban beszéltünk arról, hogy majd miért Izrael ellen játszunk, de egyébként még amikor Máltáról volt szó, akkor is volt egy ilyen gondolatom, hogy miért pont velük. Na de ezekbe a választásokban nem tudok belekötni. Egyébként ez két olyan csapat, akik a mentalitásukból is adódóan csípnek, rúgnak, harapnak, elég kemény ellenfélek bizonyulnak. Így van, tehát nem lesz ennek barátságos hangulata szerintem a pályán, a hangulat az, az jó lesz. Én reméljük nem lesz olyan, mint mondjuk a magyar csemecse. Azt, re, azt, reméljük, De azért igen. Kik, ö, nem félnek odalépni. Így van. Felkimecsen sem. Igen, az, arra leszek nagyon kíváncsi, hogy Rosszi mennyire fog kísérletezni, hogyha valamikor szeretne, akkor azt most kell elkezdenie ezen a két meccsen, tehát például itt beszéltünk már többet többször Dárdai Mártonról, hogyha őt szeretné az ebén a kezdőben látni valahol, bárhol, akkor azt most kell valószínűleg meglépnie, elkezdenie. Ugyanígy gondolom Balogbotond esetében, hogyha szeretné esetleg, hogy többet játszan, akkor most kell betennie. Ö, elől nem hiszem, hogy, hogy, drasztikusan változtatni fog, és a két szárnyvédő pozíciójában sem. Hogy ki lesz a kapus, az jó kérdés, de szerintem Dibusz Dénes. Szerintem pedig egyik meccsen egyikük, másik meccsen másikuk, mármint hogy egyik meccs lesz, másik Dibuszé. Ez is előfordulhat, lehet, hogy ez lenne a legjobb döntés. Ma mindketten a válogatatról hoztunk a másiknak egy kvízt, én szokásosan ABCD kérdésekkel bombázlak nem sokára. Az első pedig az, hogy ki mutatkozott be a jelenlegi keretből a legrégebben? Uh -huh. A. Gulácsi Péter és Langádám. B. Nagy Ádám. C. Dibusz Dénes. D. Kleinheisler László. Az biztos, hogy, hogy Nagy Ádám már 2016-ban alapember volt, de ugye akkor már Langádám is a keretben volt. Én meghozkáztatom langékat. Igen, ők voltak 2014 májusában. Második kérdésem, hogy hány játékos szerzett már gólt a mostani keretből? Uha. -huh. A lehetőségek A. 10, B. 16, C. 13, D. 20. 20 az nagyon soknak tűnik, még a 16 is, azt mondom, hogy 13. Így van, 13 helyes válasz. Harmadik kérdésem. Hány játékos nem lépett még pályára egy meccsen sem a jelenlegi keretből? A1, B0, C6, D4. Hát az egyet és a nullát kizárom, az biztos, hogy többen vannak, a hat másoknak tűnik legyen a négy. Így van, négy a hátvédeken kívül, akiről még, akikről beszéltünk, túl, Balázs nem játszott még a válogatottban. Ezen jó. kívül van még egy utolsó kérdésem. Hány játékos játszik a keretből az MB 1 ben Mhm. Uh -huh. jó, azt tetszik. Öt. Igen. B. 4. C. 3. D. 2. Amikor meg itt a számok között lévő különbséggel a helyzetemet. Nem akarom átszámolni, úgyhogy tippelek legyen 5. 5. Jó volt a tipp. Tökéletes teljesítmény nyújtottam mivel készültél nekem. Úgyhogy most, most te is nyújthatsz tökéletes teljesítményt. Szokásos top 5 hoztam. Arra kérlek, hogy nevezd meg az öt legtöbb magyar válogatottsággal rendelkező játékost a jelenlegi kerettagok közül. Tehát a mostani keretből melyik öt játékos játszotta a legtöbb meccsetedbe? Gondolj Gondolnám Nagy Ádámot. Ő az első 71 meccsen. Uh, Gulácsi Péter. Ő a harmadik 51 mérkőzésen. Lang Ádám. Ő a második, nagyon jó, addig meg vagyunk, 59. Jó, akkor Sallai. Sallai az ötödik, igen, már jó. benne van 42 mérkőzéssel. Mit szólsz egy Kleinheislerhez? Tökéletes. Sötös, ő a negyedik, 47 válogatottsága. Engem egyébként ő meglepett, hogyha ezt fordítva te kérdezed, I lehet, hogy őt nem mondom. Az volt az volt olyan van. időszak, hogy el volt felejtve a válogatott. Így van, így van, de Cserekint meg sokszor áll be, úgyhogy ő ott van. Menjünk az utolsó szegmensünkre. Általában egymás ellenpólusai vagyunk így a játéknál, és a mer merésztípnél ma viszont összhangba kerültünk. A válogatottas kvízek után jöjjenek a BLS merisztipek. Mit hoztál már a márk? Egy kicsit előttem ezt már az adás során, de azért most kiegészítem egy adalékkal. Én azt mondom, hogy az FC Barcelona elmasírozik a bajnokok ligája döntőjéig, Csavi pedig marad az idén végén pozíciójában. Ö, amit előbb elmondtam, azt tartom, szerintem ö, egészen pazarló összeállt ez a Barcelona, ö, és ezen az ágon, ha a bajnokságon már nem is érhetnek oda, vagy nem valószínű, ezen az ágon a BL döntőig simán elmehetnek, akkor pedig nem nagyon lesz Katalóniában olyan ember, aki nekem nyögne majd Csávinak, hogy maradjon, és szerintem akkor fog is. Meg lehet amit pedig én hoztam mára, hogy a Bayern és a Dortmund is tovább jut a BL következő fordulójába. Tehát két német csapat. Két a... német csapat ott lesz. Számolsz. A Bayern kiejti az Arsenal-t. A Bayern amellett, hogy jelentős hátrányban van a bajnokságban. Ennek Igen, a BL, busz, a, a BL maradt nekik. BL maradt nekik, itt most szeretnének a dobbantani, és szerintem az Arsenal megoldható feladat a Bayernnek. A Dortmundnak azért nagyobb erőbedobásra van szüksége a, a, az atletikok kiejtéséhez, de meglepetést várok tőlük. A Bayern-t abszolút látom magam előtt, annak ellenére, hogy egyébként az Arsenal szerintem tagadhatatlanul jobb csapat jelenleg, de a PL-ben azért eléggé komoly versenyt fut. Uh, Dortmund kapcsán ennyire nem vagyok biztos, de hát ezek merész tippek, úgyhogy meglátjuk, hogy így lesz-e. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, jövő héten ismét jelentkezünk, már a válogatott meccsek után. Addig is köszönjük a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok!